Mintegy 300 fiatal gyülekezett Tokajban a főtéren december 5-én, akik egy kis bemelegítés után fitten, lelkesen startoltak el, hogy megtegyék a 2,3 km hosszú távot. Volt olyan, aki először vett részt a Mikulás futáson, és annyira élvezte a versenyt, hogy jövőre is mindenképpen eljön a rendezvényre. Elsősorban azért jöttem el, mert már tavaly is mondták, hogy ez jó, meg idén már ki is akartam próbálni, hogy milyen, hát mondtam Műsre Kavicsi, jelentkezzünk. Én nagyon fontosnak tartom a mozgást, fontos az, hogy mozogjunk egy kicsit, ne egész nap a gép előtt üljünk, és zabáljuk zacskószámra a chipseket. A fiatalok megmozgatása, az iskolapadból való kirángatása célja Fekete Gyula testnevelő tanárnak, a rendezvény szervezőjének, aki hagyományt szeretne teremteni a Mikulás futásból, hiszen egyre kevesebb diák él a mozgás lehetőségével, és ezzel a programmal szeretné népszerűsíteni a sportot. A fiatalok leleményesek voltak, az egyik fiú Superman jelmezben jelent meg az eseményen, akit magasba tartva cipeltek be barátai a célba. A rendezvényen nem csak a mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet, hanem a testedzéssel egybekötött szórakozásra is. Nagyon keserű tapasztalataim vannak. Testnevelőként napról napra találkozom a problémával, hogy nem szeretnek mozogni úgy, mint mi annak idején, de azért egy-egy alkalommal össze lehet őket rántani, és szívesen mozognak. A mai rendezvényen, ha jól emlékszem, akkor 263 fő nevezett. Egy pár felnőtt volt benne, akik nem iskolások, a többiek, mint tokai középiskolások, illetve általános iskolások. Stílszerűen Mikulás csomagot kapnak, a legjobbak, illetve oklevelet, valamint a legjobb jelmezeseket is igyekezzük jutalmazni évről évre. A szervezők már tervezik a következő Mikulás futást az egészséges életmód elterjesztése érdekében. A több mint 2 kilométer távú verseny végén minden lelkes futó csokoládét kapott a teljesítményéért.